A vízvilágnapjához kapcsolódva rajzpályázatot hirdetett Hévízváros önkormányzata az általános iskola diákjai számára. A gyerekek munkáiból kiállítás is nyílt a városi könyvtárban, ahol egyéni és csoportos alkotások egyaránt láthatók. Nagy meglepetés volt számunkra, hogy ennyi gyerek, több mint 120 pálya munka érkezett be, és hát itt végignézünk, akkor nagyon szép művek sikerettek, ezért köszönet természetesen elsősorban a gyerekeknek, és a pedagógusoknak is, akik segítették őket, és hát született egy döntés is, hogy gyakorlatilag arról volt szó, hogy hát természetesen a díjazottakat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, valamivel jutalmazzuk, de aztán úgy döntöttünk benne a városházán, hogy ez a jutalmazás úgy fog történni, hogy az összes gyereket, aki részt vett ezen a pályáton, tehát több mint 120 gyereket, meghívjuk őket egy szomszéd településen, Zalaszabarban lévő nagyon szép, és mondhatom azt, hogy a környezet és természetvédelemhez is kapcsolódó, mert úgy van kialakítva az úgynevezett holnaposka gyerek táborba, kalandparkba, ahol egy egész napot ez a több mint 120 gyerek eltölthet, és eztnek a költségeit a polgármesteri keretből finanszírozzuk. Te mit rajzoltál erre a pályázatra? Tófürdőnek a bejáratát egy vízcseppben. Miért éppen így ábrázoltad? Hát, mert a tófürdő szerintem nagyon jellegzetes itt Hévízen, rengeteg embert érdekel, és azért, mert a vízcsepp az úgy jelképezi a vízvilágnapját. Milyen technikával dolgoztál? Vízfesték. Nehéz technika ez? Hát annyira nem, bár néha nagyon nehéz tud lenni, amikor részleteket kell festeni. A víznek a védelmét és a vizeknek a megóvását mennyire tartott fontos dolognak? Nagyon fontosnak tartom, mert szerintem, ha nem vigyázunk eléggé a vízre, akkor nem lesz élet a földön. A képeket nézve az iskola többi diákjában is megfogalmazódhattak hasonló gondolatok, ami nem csoda, hiszen az ökoiskola minősítéssel is rendelkező intézmény életében a környezetvédelem kiemelt helyen szerepel. Nap mint nap a gyerekek hallanak a környezettudatos nevelésről, környezetismeretórán, magyar órán, vagy akár a rajzórákon, és a gyerekeknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy vigyázni kell a környezetre, egészségesen kell táplálkozni, sokat kell mozogni, és hát itt van a mi kis környezetünkben Hévíznek a tava, hogy az egy olyan örökség, amire nagyon kell ügyelnünk. Fogékonyak a gyerekek erre a kérdésre, a környezetvédelemre? Igen, nagyon sokrétű ez a dolog, és ezért a gyerekek a különböző órákon való foglalkozás keretében nagyon sok ismeretet szereznek, ami a napjainkhoz hozzátartozik. Ilyen például a szelektív hulladékgyűjtés, a papírgyűjtés, amit minden évben kétszer megszervezünk az iskolánkba, vagy ökoszakkör működik az iskolába, ahol kimondottan a környezettudatos nevelésről van szó. Azt gondolom, hogy a Hévízen tanuló diákok, és nem csak az általános iskolásokról, hanem már beszéltünk az óvodásokról és egyértelműen a Biboborról is. Az elmúlt évek során nagyon sok versenyen, nagyon sok programon vettek részt, és én azt gondolom, hogy hévízi gyereknek, vagy hévízre járó gyereknek mindenképpen erre figyelni kell, és ezt be kell építeni az életébe. Hát az, ahol élünk, a Hévízvárosa, a hévízi gyógytó, és ehhez kapcsolódik a környezet és természetvédelem, úgy, ahogy a városnak, így a város lakóknak is fontos, hogy kell, hogy legyen, és hát a gyerekekbe pedig ezt gyakorlatilag bele kell nevelnünk, de én azt látom, hogy azért a gyerekeknél ez nem is kell, mert nagyon nagy örömmel és szívesen foglalkoznak ezzel a témával.